A megszokotthoz képest rövidebb felkészülés után vágnak neki a tavaszi szezonnak az élvonalbeli csapatok. A Kisvárda január elején kezdte el a munkát, a keretből távozott néhány kevesebbet játszó futballista, helyükre pedig olyanokat igazolt a klub, akik növelik a versenyhelyzetet. A bolgár válogatott Karabeljov, a brazil Leoni és a Nyíregyházáról érkező Ötvös Bence az edzőmeccseken már bizonyíthatott is a szakmai stábnak. A jól sikerült ősznek köszönhetően a Kisvárda az 5. helyen várja a folytatást. Sérülések és betegségek miatt egyelőre több hiányzója is van a csapatnak. Révész Attila sportigazgató szerint nehéz tavasz elé néz a Várda, amelyre 18 bajnoki meccs vár a következő 3,5 hónapban. A elmúlt 2 szezonban tanúi lehettünk annak, saját bőrünkön érezhettük, hogy végig küszködtek azok a csapatok, akik velünk a bemaradásért együtt indultak harcba, és például az 2 évvel ezelőtti szezonban az MTK ilyenkor 26 ponttal fordult, és mégis ki tudott esni, több volt 3-mal, mint nekünk. A Debrecen is hasonló mennyiséggel rendelkezett, mégis kiesett a tavaly évben. Tehát a tavaszi produkció az teljesen más lesz, és sokkal élesebb versenyhelyzet elé nézünk, mint volt ősszel. Ősszel még egy picit a csapatok lazábbak, könnyebben műveszik. Most a vírushelyzet azért nagyon sok csapatnál az erőviszonyokat átállította. Ezt tavasszal már úgy gondolom, hogy elkerüli majd őket, és sokkal, de sokkal nehezebb lesz minden egyes mérkőzésen győzelmet szerezni. Az kell, hogy a koncentráció teljes mértékben kitartson. Ugye össze volt 15 meccsünk, tavasszal lesz 18. Ráadásul 3 hónapra beszűkítve, ami azt jelenti, hogy szerda-szombat ritmusban fogunk játszani. A csapatkapusa Dombó Dávid bízik abban, hogy tavasszal is az őszihez hasonló teljesítményt tudnak majd nyújtani. A helyzeteink úgy nagyjából megvoltak, hátul ugyanúgy jellemzett minket szerintem az a stabilitás, ami az ősznek igazából az egész részében megvolt a csapatnál. Az, hogy nem tudtuk berúgni a helyzeteket, azt nyilván szerettük volna kihasználni azokat a lehetőséget, amik adódtak előttünk. Így, hogy nem tudtuk kihasználni, így sajnos ugye nem tudtunk gólt szerezni, de azt gondolom, hogy még így is a 0-0-ákkal előrébb lettünk, mint hogyha nem szereztünk volna pontokat. Azonban azt gondolom, hogy ha most a helyzet kihasználáson fogunk javítani, illetve azt a stabilitást megtartjuk, ami ősszel jellemzett minket, akkor szerintem minimum ezen a pozícióban tudunk maradni. Nyilván mindenkinek van ott motoszkál a fejébe, hogy esetleg egy kicsit feljebb is, de én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon szép eredmény eddig. A Kisvárda 3 edzőmeccset játszott a felkészülési időszakban. A Kazincbarcika ellen 2-0, az ukrán Minaj elleni 2 mérkőzésen pedig 1-0, illetve 4-0 győzött Subka Attila együttese. A vezetőedző reményei szerint a Mezőkövesd ellen is folytatódik a sorozat. Gondolom, hogy egy éles mérkőzés lesz, mert ugye a Mezőkövesdnek is szüksége van a pontokra, mi is szeretnénk hazai környezetben eredményesek lenni. Én úgy gondolom, hogy ha fel tudunk állni megfelelő kerettel, akkor nem lett problémánk azon a mérkőzésen. A Kisvárda Mezőkövesd zárt kapus mérkőzés szombaton 14 óra 30-kor kezdődik a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Puskás Akadémia Ferencváros, Újpest Molfehérvár FC, Budafok MTK Budapest, Paks DVTK és Budapest Honvéd Zalaegerszeg.